Államalapító Szent István király ünnepén, augusztus 20-án búcsúi szentmisével kezdődött a közös ünneplés csopakon a Szent István király templomban. A szentmisét remisztette Verbita szerzetes atya mutatta be, Vitéz Ajtós József esperes plébános koncelebrálásával. Valóban okos, bölcs volt Szent István király. A mai napon is talán Szent István király mindannyiunkat arra ösztönöz, hogy mi is alapozzunk, saját alapunkat az Istenre. Lehet, hogy a mi életünket, a mi családjunkat, a mi közösségünket. Ha ezt megtennénk, jó Isten gondoskodni fog mindig is. Azért bátran mondhatnám, hogy a Magyarországnak a királynője, Szűz Mária. Szűz Máriát úgy szólíthatnánk, mint a magyarok királynője. Hiszen Szent István király odajánlotta a koronáját, egybe az egész országot. Ma újra ajánljunk föl a Magyarországot, a magyar népet, a magyar ifjúságot, hogy jó Isten továbbra is vezessen, óvjon, őrizzen a Magyarországot, magyar népet, magyar ifjúságot, és magyar Isten áll meg a magyar. Amen. A szentmisét követően a templom előtt került sor az új kenyér megáldására, majd pedig Ambrus Tibor polgármester úr osztotta meg ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel. Szent István királyunk neve napján, a magyar állam születésnapján. Minden bizonnyal nem én vagyok az egyetlen, aki úgy érzi, hogy az idei augusztus 20-a legkevésbé sem tekinthető megszokottnak. Különösségét egyrészt egy véletlennek köszönheti, hiszen a vírus okozta vészhelyzet megváltoztatta életünket. Nem ünnepelhettük meg közösen a magyar nemzet születésnapját március 15-én. Nem ünnepelhettük méltóképp templomainkban a feltámadást. Kevesen lehettünk együtt június 4-én a nemzeti összetartozás napján, és még ma sem ünnepelhetünk nagy tömegben. De különleges az az idei ünnep egy időbeli egybeesés miatt is, hiszen ebben az esztendőben emlékezünk a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójára. Arra, hogy az 1000 esztendeig fennálló országunkat a történelem különleges sorsra kárhoztatta. Annak a sorsnak a felvállalására, hogy olyan ország legyen a miénk itt a Kárpát-medencében, amely önmagával határos, bennünket, magyarokat pedig azzal büntetett, hogy megismerjük és elszenvedjük a szétszakítottság érzését. Ezért aztán az idei ünnepen talán még erősebben átélhetjük, hogy az itt létünk, és egyáltalán a létünk, az, hogy van föld a talpunk alatt, amely ma is a mindennapi kenyerünket adja, van hazánk, amely megvéd minket, és megtart magyarokat magyarnak, valójában csoda. Ez a csoda pedig szorosan összefonódik Szent István személyével, az ő jellemével és államalapító művével. Hiszen az a gondolat, hogy lennie kell egy erős, független és gyarapodó Magyarországnak itt a Kárpát-medencében, az ő álma volt. És ez az álom, amely több mint 36 nemzedék magyarjai, köztük mi is megörököltünk. Tisztelt ünneplő közösség, kellő alázattal és történelmi távlatból szemlélve Szent István napja mindig is az önmagunk megbecsülésének, a saját magunk erejéből való boldogulásunknak az ünnepe volt. Hiszen első királyunk jelleméből fakadó apostoli és államalapító tette mindenkorban arra emlékeztetett bennünket, magyarokat, hogy nem csak hazára lehetünk itt a Kárpát-medencében, hanem otthont is teremtettünk magunknak. Nem csak megszereztük azt, amit fegyverrel egy nép birtokba vehet, hanem a hétköznapok verítékes munkájával a magunk képére is formáltuk. És ezért mondhatjuk, és mondhattuk róla több mint 36 nemzedék óta, hogy a hazánk. Szent István
az állam alapítás ünnepe mindig is a talpon maradás ünnepe volt. Éppen ezért nekünk, magyaroknak sohasem puszta emléknap, hanem az önbecsülés és a hálaadás napja is egyben. A mai nap azt üzeni mindannyiunk számára, immár évszázadok óta, hogy boldogságunk, boldogulásunk rajtunk múlik. Kedves ünneplők, ha jól belegondolunk, a Szent Istvántól örökölt álom, hogy lennie kell itt Európa közepén, a Kárpát-medencében egy erős, független és saját erejére támaszkodó Magyarországnak, sohasem került olyan közel a megsemmisüléshez, mint egy évszázaddal ezelőtt, ezekben a napokban, hetekben, hónapokban. A legjobban talán a Szent Korona különös története, sorsa és hányattatása szimbolizálja mindezt. Bár ma sem tudjuk pontosan, hogy mi történt a Szent Koronával 1919-20 év fordulóján. Azt azonban tudjuk, hogy a Szent Korona végül túlélte az elkótya vetélésének, mint pedig a megsemmisítésének a kísérletét. Éppen úgy, ahogy mi magyarok is, túléltük a trianoni döntés, ránk nézve mindenképp halálos ítéletét. És most, 100 esztendő múltán itt vagyunk, és újra örömmel és emelkedett lélekkel ünnepelhetünk. Ünnepeljük első királyunk, Szent István emlékét, és fejet hajtunk országalapító nagysága előtt. Szent István ünnepe, tisztelete és köszöntése hű tükre az ország, a nemzet állapotának. Ezért fontos, hogy ma itt együtt vagyunk, és kiszabadulva a karanténból, túljutva a vírus okozta első sokkon, szabadon ünnepelhetünk. Hajtsunk hát térdet Szent István előtt, hogy felfelé kaput nyitva a lelkünket felemelhessük. Légy áldott, Szent István király! Ünnepi beszédét követően polgármester úr megszegte az új kenyeret, amit Remisz atya szeretettel osztott szét az ünneplők között.